A rendelkezésre álló adatok alapján egy külföldi állampolgár közlekedett személygépkocsival október 9-én 5 óra 55 perc körül Fegyverneken az Ady Endre úton Debrecen felől Szolnok irányába. Szomszédnak a kerítésrendszerébe belement, az felszakította, utána találkozott az enyémmel, ami Tom megfogta, de a megfogásnál a nyomáscsökkentőt szabályozó szelepét leszakította a gázcsonkról, sűrített a gáz, és a kerítés végignyomta teljesen 6 méteren keresztül, és így fordította ki 90 fokkal a kocsit a négyesre merőlegesen. Vezetés közben elaludt, átsodródott a szemközti, baloldali forgalmi sávba, és egy családi ház kerítésének ütközött. Tömlött a gáz, a szomszédokat felköltötték, hogy csukják be az ablakot, menjenek ki az udvarra. A baleset következtében a sofőr az elsődleges orvosi vélemény alapján könnyű sérülést szenvedett. Két ingatlan köztük egy használaton kívüli büfé kerítésének ütközött egy kis teherautó Fegyverneken a 4-es számú főút mentén. Az esethez a Törökszent Miklósi önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a kis teherautót. A balesetben megsérült egy gázcsonk is, ezért a tűzoltók 100 méteres körzetben lezárták a területet. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. A hasonló jellegű balesetek elkerülése érdekében a rendőrség kéri a járművezetőket, hogy mindig kipihenten induljanak útnak. Ha a vezetés közben fáradtnak érzi magát és tompulnak a reflexei, tartson pihenőt, különösen, ha nagy utat tesz meg.